Sábát Sálom mindenkinek. Elnézést kérünk a néhány perces csúszásért, az utolsó pillanatban véletlenül kidöntöttem a kidus poharat, és föl kellett takarítani a bort innen a hátam mögül, illetve egy kis technikai probléma adódott, de most már mindenkinek jó szombatot, szép napot kívánok. Mint látjuk, a szombati fények égnek. Kérek szépen egy kis vizet majd. Szombati fények égnek. Ruhato dojnoj elojhénu melech hojlom áserkit sónu bemicu vojszov vöci vonu lehadlik nér ser sábosz kódes. Áldott vagy örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszentelt minket parancsolataival, és meghagyta, hogy gyújtsuk meg a szombat fényét. Hát ég a szombat fénye, és világítson nekünk ezen a mai napon is. Szombati bibliaolvasó körünket mindig a Zsoltár elolvasásával kezdjük. Most a 128. Zsoltárhoz érkeztünk el. A 128. Zsoltár Grábicsok éneke. Mind boldog az, aki féli az Urat, aki az ő útaiban jár. Bizony kezed munkáját eszed, boldog vagy és jól van dolgod. Feleséged, mint a termőszőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfa csemeték asztalod körül, imé így áldatik meg a férfiú, aki féli az Urat. Megállt téged az Úr a Sionról, hogy boldognak lássad Jeruzsálemet életednek minden idejében, és meglássad fiaidnak fiaid, békesség legyen Izraelen. A 9. lépcsőre, teraszra léptünk fel, és ott ez az egyszerű zsoltár, az istenhívő ember, a boldog ember éneke. Ez azt mondják erről a biblia magyarázó bölcsek, hogy olyan egyszerű zsoltár, hogy bárki írhatta, tehát nem kell Dávidot keresnünk. Lehetett ez egy zarándok, és aztán megkedvelte a közösség az ő egyszerű énekét, vagy a léviták, akik ilyenkor fölvonultak az újongó tömeg szeme láttára a lépcsőkön a szentélyhez, ők azok, akik ezt az éneket is szerezhették. Egyébként a szerző nélküli zsoltárokat árva zsoltároknak szokta egy másik teológiai szakirodalom nevezni. Tehát ez az árva zsoltár, vagy az egyszerű hétköznapi ember által írt ének, ez az istenfélőknek az éneke. Mindenki féli az Urat, az istenfélő ember, lehet szavatosabban így fogalmazni. Azért is érdekes ez a megszólítás és kezdés, mert nem csak a férfiakat sejthetjük mögötte, hanem a nőket is. Nem állapítható meg, hogy milyen nemű megszólítottjai vannak a zsoltárnak, és nagyon természetes, hogyha az otthon dicséretéről van szó, akkor a nők szóba kerüljenek, hiszen ahogy Mózest az édesanyja nevelte, és a népe vallása történetek iránti szeretetet ő oltotta belé, így az anyák tanítása, te anyád tanításáról el ne feledkezél, mondja egy másik helyütt a Biblia. Tehát a nőknek a szerepe a család fenntartásában, nevelésében, táplálásában, gondozásában egyszerűen megkerülhetetlen, és ezért is ide értjük a boldog ember, az otthonát szerető ember
körébe a nőt. Miért is ne, mondanánk mi ma, annyi évszázaddal a Zsoltár születése után, de ez az ókorban, az ókori, bibliai kori időszakban nem volt ennyire természetes és egyértelmű. A nők kevésbé fontos szerepet vittek a közösségben, mint a férfiak, de nélkülözhetetlen szerepet, és akkor innen közelítsünk kedvesen, udvariasan és őszintén a dologhoz, hogy akkor kinek nagyobb a becsülete, azé, aki tanulmányozza csak az igét, vagy azé, aki munkálkodik. Mert hogy azután ebben a Zsoltárban ez is előkerül, hogy fontosabb és boldogabb az az ember, aki a keze munkája után él, és nem csak úgy általában istenfélő ember, vagy a szent szövegek tanulmányozását tekinti feladatának, hanem munkálkodik is közben a régi nevezett tanaiták között az időszámításunk előtt harmadik és után negyedik század között élt rabbik, némelyik, sőt nem kevesen közülük polgári fizikai munkát is végeztek, volt közöttük árufeltöltőtől kezdve különböző mesterségek üzőiig, sokféle, ez is később megmaradt, hogy a rabbik jó, ha valamilyen polgári foglalkozást is választanak maguknak. Tehát nem az ige hirdetéséből és a tanításból éltek, bár voltak olyan melamedek is, akiknek annyira szükség volt a tanító idejükre, hogy ha nem is fizetést kaptak, de kiváltották a munkában eltölthető idejüket azok, akik megfogadták arra, hogy tanítsa a melamed a gyerekeiket. De mondom, másoknak pedig egyéb polgári foglalkozásuk volt. Azzal folytatódik a Zsoltárunk, hogy kezed munkáját eszed, és ezt itt pozitívumként említi szemben azzal, ami Mózes első könyve harmadik részében van, amikor Ádámnak azt kell hallania, hogy arca verejtékével, kétkezi munkával, kemény munkával kell a kenyerét megkeresnie. Itt ez egy pozitív dolog, és boldog az, akinek van munkája. Mondom ezt most, itt 2020 májusában Magyarországon, vagy Európában. Boldog az, akinek ebben a krízis helyzetben megmaradt a munkája, vagy talált új foglalkozást a maga számára, és meg tud élni a keze munkájából. Arról nem is beszélve, hogy ha van is munkahelye valakinek, a munkahelyi szegénység egy figyelemre méltó probléma, vagyis hogy sokan nem tudnak annyit keresni egy munkahely megtartásából, hogy abból a családjukat fönn tudják tartani, és ki tudják fizetni a lakhatással kapcsolatos költségeiket, és általában a lakhatás elvisz egy fizetést, és a többi pedig az egyéb kiadásokhoz szükséges. Boldog vagy, írja a Zsoltár, és jól van dolgod. Ez második versnek a végén, egyesek szerint a földi, illetve az örök életre vonatkozik. Ez a boldog vagy, ez itt, ezen a földön megtapasztalható valóság az igaz ember számára. Ennek a szakaszunknak 21-től a 24. fejezetig terjedő szakasznak a címe, az emor, a szólj, szólt ismét az Úr Mózesnek, szólj a papoknak.
mit szóljon a papoknak, Áron fiainak. Erről olvasunk a 21. fejezetben. Itt ebben a részben, ami előttünk van, a papokra és a szentélyre vonatkozó rendelkezések található. Kezdődik itt az első 9 versben az egyszerű papoknak szóló üzenet, meg ne fertőztessék magukat, hiszen szent szolgálatot végeznek, hozzányúlnak az áldozati ételekhez, ehhez különösen tisztán kell tartaniuk a kezüket, de nem csak ebben kell óvatosnak lenniük, hanem a lelki vírusokkal szemben is, hiszen nemrég olvastuk, hogy Áron főpap két fia hogyan veszett oda, amikor idegen tüzet, reformokat akartak bevezetni, mindjárt az elején, egyesek szerint elégedetlenek voltak az öregeknek az elképzelésével, és rögtön a szabályok megváltoztatására gondoltak, vagy felülbírálatára, és ez volt az, ami odavesztek, holott csak azt kellett volna tenniük, amit előírtak számukra, és ez nem egyszerűen a hagyományok ápolását jelentette, nem minden hagyomány rossz, nem mindent kell forradalmi módon megváltoztatni, hanem ami jó, amit az elődök jól alkottak meg, vagy jól ültettek, ezt nem szabad kivágni, különben rátől a fa az emberre. Már csak rég gondolná ezt mindenki. Mivel főember a pap, mondja itt az írás, tehát olyan valaki, akire felnéznek mind a megjelenésében, mind a szolgálata végzésében, tartsa ezt szem előtt, hogy nézzen ki a feje, szakálla, haja, ne vagdalja be a testét, vágásokat ne végezzen magán, ne tetoválja magát, ne nyírja a kopasságot, fején, szakálla szélét, ne csinálja meg úgy, ahogy a korabeli perzsák nyírták például a szakállukat. Szentek legyenek Istenüknek, 6. vers, Istenük nevét meg ne szentségtelenítsék, mert az Úrnak tűzáldozatát Istenük kenyerét ők áldozzák. Kit vehetnek feleségül? Csak tisztességes nővel köthetnek házasságot, és itt arról is szó van, hogy ne csak ők legyenek elfogadhatók, és az Úr számára elkülönítettek, hanem figyelmezteti Isten az egész népet, hogy a nép is, az emberek is tartsák szentnek, őket kapják meg a nekik kiáró tiszteletet mindenképpen. A további rész a 10-től a 15. versig a főpapnak a különböző megszorításaival foglalkozik, a 10-től a 15. versig terjedő szakasz, mivel a fejére öntötték a szent olajat, és ezzel Messiah, Mesiás lett, kiválasztott, felavattak az ő szolgálatára, ő a gyászban a közvetlen hozzátartozóihoz sem mehet be, ne menjen atyával és anyjával se fertőztesse meg magát. Nagyon érdekes, hogy ugyanakkor viszont a hozzátartozó nélküli halottat el kell temetnie. Apjához, anyjához viszont ne menjen be, és a szent helyről ki ne menjen, hogy az ő Istenének szentélyét meg ne szentségtelenítse. A főpap nem hagyhatta el a szentélynek a területét, ezért volt egy komoly tévedés Mel Gibsonnak a zsió, a Jézus
keresztrefeszítéséről szóló filmje, nem csak több egyéb visszataszító és hát antiszemita utalásokat is tartalmazó vonása miatt, hanem azért is volt tévedés, mert ott például a főpap, akinek a rából ott kukacok jönnek elő, hogy még borzalmasabb legyen az embernek a megjelenése a rendező fantáziájában. Ott van Jézus kivégzésének a helyén, ami semmiképpen nem tartozott a szentélynek a területéhez, még akkor sem az Jeruzsálemben volt, egyrészt az akkori falakon kívül temető volt, ahol a főpap pláne nem léphetett. Tehát a főpap ne hagyja el a szentélyből, ki ne menjen, 12. vers. Az ő istenének szent helyét meg ne szentségtelenítse, ne vigyen be semmiféle vírust kívülről. Karanténban van a főpap egész életében, nincs olyan évigyésre méltó pozícióhez, ha belegondolunk. Ő is a házasságban megkülönböztetetten kell, hogy ügyeljen arra, hogy kit vesz feleségül, csak megözvegyül is, csak érintetlen szűzlányt vehet el. Aztán tovább a 16. verstől a fejezet végéig azzal foglalkozik a szakaszunk, hogy mit jelent a papok hibátlan testi állapota, sajnos a fogyatékkal születettek, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedők nem végezhették a szolgálatot, mondom, hogy sajnos, hogy tehettek erről a bajukról, de azért van ez a rendelkezés, mert aki oda jön, sokfélék vagyunk, és nagyon sok ember nem tudja feldolgozni, aki oda jött, nem tudta esetleg feldolgozni a látványt. A pap gyógyulásról is beszél, a betegségek megállapításának is felelőse, akkor hogyan tudná ezt hitelesen egy testi fogyatékkal, vagy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő személy, ezért az ilyenek nincsenek kitaszítva, nincsenek elvetve, kilökve. Az ő társaik között az asztalhoz odajárulhatnak, az étkező asztalhoz, de a szolgálatokat nem ők végzik. Ehetnek a szentséges kenyérből, a legszentségesebbekből, csak a függönyhöz be ne menjenek. 23. vers, ez egy templommal összefüggő törvény is volt a 613 törvény között, már ez már nem aktuális, mert nincs szentély. A 22. vers a szentélynek a szentségéről szól. Itt is az első 9 vers papokról szól. Akik nem született fogyatékossággal küzdenek, de esetleg valamitől tisztátalanná váltak. Vagy azért, mert akár csak véletlenül is megérintettek valamit, ami fertőző lehet. Ilyenkor megtisztulás után is egy hét karantén volt, és csak ezt követően léphettek ismét szolgálatba. Mindenkiről tudni lehetett, nem kellett ezt titkolni, rejtegetni, nem kellett a statisztikát kozmetikázni, hanem pontosan lehetett tudni, hogy aki ott van a szentély közelében, az lehet, hogy átesett valami fertőzésen, de tényleg túl van rajta, letöltötte a karanténban is az idejét, és most már végezheti a szent szolgálatot. Nem volt olyan nagy ügy, hogy valaki megfertőződött, az volt a nagy ügy, hogy aki ott van, az megbízhatóan, egészen bizonyosan tiszta, és erre a főpapnak és egyéb munkatársainak is feltétlenül ügyelni kellett. Aztán
a 10-től a 16. részig arról olvasunk, hogy a laikusok, akár léviták, akár egyszerű hívők, ők milyen módon közelíthetnek a szentélyhez. Az idegen ember itt ebben az esetben nem kívülvalót jelent, bár lehet jelenthet betértet is, de a pap zsellére, bérese az más személy. Ha megvásárol valakit a papa maga pénzén, az ehetik az áldozati ételekből, vagy aki a házánál született, akkor is, hogyha rabszolgaként vásárolták, mert egy idő elteltével a közösség tagja lett az ilyen személy, és ezért föl is kellett szabadítani, bevonták a kiválasztottak közé, és a jogai ugyanolyanok voltak, mint az eleve zsidónak született ember jogai. A 17-től a 25. versig az áldozatok minőségéről van szó, milyen állatot szabad áldozni, csak épet, hímet, egyesztendőset, hibátlant, és azt is megjegyzik, hogy egyébként a szentély szolgálatára lehetett adni nem teljesen hibátlan ökröt, mondjuk, hogy húzza a kis kocsit, de áldozatul ezt nem lehetett felhasználni, és ennek is inkább lelki üzenete volt, és pedig az, hogy amikor az Úrnak adsz, akkor abban vizsgázol, mert ahogy ő hozzá viszonyulsz, úgy fogsz embertársaidhoz is viszonyulni a kereskedésben. Sem adhatsz romlottat, hibásat senkinek. Emlékszem, valaki egyszer képeslapokat árult, és mindig belekevert nagyobb tételbe hibás lapokat, és amikor egyik vevője ezt szóvá tette, akkor méltatlankodva azt mondta, hogy de hát akkor hol van az ő haszna. Tehát úgy érezte, hogy a vevőnek kötelessége vele megosztani a kárt is, és elfogadni. Ilyen félrenyomott példányt is, de ez ellenkezik a Biblia tanításával, csak tökéletesebb, csak értékeset lehet adni, és ugyanígy az Úrnak is. A 26. verstől a fejezet végéig az áldozati állatokról szóló egyéb utasításokat olvashatunk. A 23. fejezet nagy ünnepeket próbálja meg összegyűjteni, ezek közül hetet találunk itt a fejezetben. Az első a szombat, a 3. és 4. versben, és nagyon helyén való, hogy itt kezdődik az ünnepekről szóló tanítás, hiszen ünnep a szombat, ami ugye péntek este kezdődik, mert minden a világ teremtése is este kezdődött. Lőn este, lőn reggel, első, második, stb. Hanyadik nap. Tehát péntek este jön be a szombat, és szombat este megy ki a szombat, hogy átadja a helyét aztán a vasárnapnak. Nekünk is ünnep minden szombat, amikor így délelőtt összejövünk tanulmányozni a Szent Igét, a Bibliát, és itt kezdődik a nagy ünnepekről szóló tanítás, 6 napon át munkálkodjál, 7. napon a nyugalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek. Különösen fontos megjegyeznünk ezt, hogy szent gyülekezés, ez egy az egyéb összegyülekezésektől elkülönített speciális találkozása hívő embereknek. Szent gyülekezés nekünk is, készülünk mindig. Erre az alkalomra ünnepőbe öltöztetjük a lelkünket, akár a testünket is, és ehhez hozzátartozik, hogy nem végzünk munkát. Később úgy állították össze
hogy azt a 30-valahány féle tevékenységet nem szabad szombaton végezni, ugye köztet tűzgyújtás az egyik legérzékenyebb pont, tehát nem rágyújtani se cigarettára, de tüzet sem szabad gyújtani, hogy megmelegítsük az ételt, ezért úgy kell megoldani, hogy melegen maradjon, ez nem kis fejtörést okozott háziasszonyoknak, technikusoknak régen, korábban sem, de ezt meg lehet mind oldani, vagy például a gyertyákat is csak olyan lángról lehetne meggyújtani, amelyek már péntek este a szombat bejövetele előtt föllobbantak, onnan vehetünk a szombati gyertyához tüzet, világosságot, de kicsiholni a tüzet nem szabad, és ez az oka annak, hogy sem gépjárművel menni, se lifttel, se telefonálni, semmi olyat nem szabad csinálni, ahol valamilyen fajta elektromos szikra is keletkezik. Tehát nem csak a kovakővel, vagy egyéb régi gyújtóeszközökkel, mostanában gyufával nem szabad öngyújtóval tüzet gerjeszteni, hanem elektromos tűz sem megengedett, és hát mégis ezt valahogy meg kell oldani, különösen ott, ahol valaki a 10. még magasabb emeletre megy haza a mai világban, hogy hogyan tud feljutni, pláne ha idős emberről van szó, valahogy ezt meg kell oldani. Na de menjünk tovább, a második itt a sorban, az 5-től a 8. versig foglalkozik ezzel a szakaszunk, ez a Pészaknak az ünnepe, amely az első hó 14. napján kezdődik, tart 7-8 napon át, a második nap a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, most nem megyünk bele a Pészaknak a taglalásába, ez a időszak az, amit keresztény oldalon húsvétnak szokás nevezni, a szabadságnak az ünnep, az Egyiptomból való szabadulásnak, az elkerülésnek az ünnepe, amikor a büntető angyal, az öldöklő angyal elkerülte azokat a házakat, ahol a bárány vére őrizte a lakást, bárány vére föl volt kenve a háznak, a lakásnak az ajtó félfájára és szemöldökfájára, és így a bárány áldozata, amit aztán el is fogyasztottak az útnak indulók, hirtelen keserű füvekkel és olyan kenyérrel, aminek nem volt ideje se megkelni, olyan gyorsan, perceken belül kellett Egyiptomot elhagyni. Szóval csodálatos ünnep, és ezt azóta 3000 éve, vagy 3200 éve minden évben megünnepeljük, mintha mi magunk is ott akkor az első Pészaknál ott lettünk volna. A 9-től a 14. versig terjedő szakasz az Omer számlálásról és az új kenyér ünnepéről szól, majd a 15-től a 21. versig a Savuot, a pünköst ünnepéről. Találunk leírást, ugye ez az 50. napon köszöntött be, és beszéltünk már többször, hogy minden nap eltettek egy kis kalászt, ezt hetesével csokorba kötötték, és mikor 7x7 kis csokruk volt, akkor köszöntött be az 50. nap. Ez volt pünkösd napja, ami után itt a 22. versben találunk egy látszólag az ünnepekhez nem illő megjegyzést, de én azt gondolom, hogy ez nagyon jó helyen van itt, ne arasd le egészen a mezőt szélét, amikor a földet termését
leszeded, és az elhullott gabonafejeket felneszed, szegénynek, jövevénynek hagyd azokat, én vagyok az Úr, a te Istened. Rút könyvét is olvastuk már, a kis Rút ezzel lopta be magát Boáz szívébe, hogy fáradhatatlanul szeregette a kalászokat, és Boáz meghagyta az arató munkásainak, hogy szándékosan is hagyogassanak el kalászokat, ne vágjanak le mindent, hogy ez az asszony, a szorgos, kedves, szép asszony, minél özvegyasszony, minél többet elvihessen magával, aki ráadásul jövevény volt, bevándorló migráns. Nem tudok mást mondani és mást tenni, mint amit az ige tanít, nem biblikus, nem Isten félő emberre jellemző, nem a 128. Zsoltár boldog emberére jellemző, hogyha valaki gyűlöli a bevándorlót, a migránst, és éhezteti, és jogaitól megfosztja, és úgy tűz belőle, és vizsgálat nélkül terroristának vélelmezve nem engedi, hogy tovább menjen, hogy ebből politikai haszna legyen. Szóval nem tudunk más tenni, mint azt mondani, hogy nekünk meg kell vallanunk ezzel kapcsolatban a bibliai hitünket, ahol pedig egészen világosan ott van, hogy különös gonddal és szeretettel kell fordulni a szegények és a jövevények felé, és akkor a menekülteket említettek, csak szegényeket nem, de a szegények is ehhez a kivételezett csoporthoz tartoznak, nem lehet őket belvárosainkból kitiltani, nem lehet állandóan bennük keresni a fertőző veszélyt, mert mostani vizsgálataink az Oltalom Karitatív Egyesület szállóin eddig majdnem azt mondtam, hogy pozitív eredménnyel jártak, de az azt jelenti, hogy negatív volt a eddigi vizsgálatoknak az eredménye. Nem mondom azt, hogy biztos, hogy senkit nem fognak találni. A vizsgálat a jövő héten is folytatódik, de az az üzenet, hogy a hajléktalanok között nagyobb számban vannak a fertőzöttek, akik a társadalom egészére is fertőzést jelentenek, az egyszerűen nem igaz. Tehát legyünk csak irgalmasokkal a szegényhez és a jövevényhez, és jól értsük azt, hogy mit jelent nem felszedni minden elhullott gabonafejet, és érintetlenül hagyni a földnek a szélét, hadd éljenek ők is. Az 1%-unkat, a bevételünk töredékét kínáljuk fel az ő megsegítésükre. Nagyon kedves volt Kocsis András Sándor, a 21. század társaság és a Kossuth kiadó elnökének a kezdeményezése, amihez engem társul hívott, hogy a félmillió feletti nettó jövedelemmel rendelkezők a fölötti összeg 10%-át, ami egy nagyon szerény, de mégis mérhető, valami kínálják fel, és eddig több mint 4 millió forint befolyt erre a célra, kifejezetten a szegényebb bajba jutottak megsegítésére lehetett ebből figyelemre méltó támogatást nyújtani személyeknek, családoknak. Legyen áldott András, aki ezt kitalálta, és mindenki, aki abból, amit Isten adott neki, abból tud mások számára is adni, és nem ennek az ellenkezőjét teszi móvón, zabolátlanul. Aztán tovább menve a 23. és 25. vers között az emlékezés és emlékeztetés, a Rózs Hasó, az év feje ünnepe következik, az új év itt kezdődik, és hatodszor ennek a folytatása 26-tól 32. versig terjedően az engesztelés napjának. Yom HaKippuri ünnepe. A zsidó vallásban nem
Helyehújával, féktelen dínomdánomba kezdődik az új év. Nem vagyunk mindjárt az év első napján másnaposak, hanem a bűnbánat kötődik ehhez, a koldidréha, minden elhibázott fogadalma, meskül visszavonásának az alkalma ez, és a bűnbánatnak a lehetősége, amikor megvallom Isten előtt, hogy nem a bűneimben akarok élni, és nem akarom folytatni az elhibázott irányt, hanem amikor felismerem, megszakítom. Persze ezt nem csak Jom Kipurkor lehet megtenni, hanem alkalmas erre minden pillanat, hiszen Isten bármelyik pillanatban ráér fogadni a mi bűnbánatunkat, és megáldani azt, aki meg akar térni, és változtatni akar az életén, de ha máskor nem élete, az év kezdésekor mindenképpen ennek lehetősége van. Aztán hetedszer pedig a sátraknak az ünnepe, a 33-tól a 43. versig terjedő szakaszban. A sátrak ünnepe, amely szintén a 7. hó 15. napján kezdődik, hogy miért a 15. nap, mert akkor van holttörte. És a holttörtéhez kötődően kezdődik több ünnep is. Holttörtét azt különösen is figyelembe vesszük imádságainkban, ceremóniáinkban is. A sátrak ünnepe, Szukkót ünnepe pedig arról szól, hogy őseink 40 éven át a pusztában vándoroltak, a végén megszokták, megszerették ezt a kemping létet, és elég nehéz volt őket rávenni arra, hogy akkor most elérkezett a pillanat, menjünk és foglaljuk el az Úr által nekünk rendelt helyet, és itt sátorban lakoztak az ősök. Képzeljük csak el, hogy hogyan lehet magánéletet élni sátorban, hiszen nehéz volt olyan helyet találni a pusztában, ahol milliónyi ember elfért, ezt a mostani bibliakutatók és kritikusok is vizsgálják, hogy vajon például a Szinái-hegy, a Sinai-hegy alatt elférte annyi ember, mint mennyiről a Biblia beszél, és le kellett mérni a Sinai-hegy alatti szabad térséget, és meg lehetett állapítani, hogy igen, elfértek volna a sátrak egymás ellen, mondjuk eléggé zsúfolva, de betartva azt a rendet, ami felett Bálám is annyira csodálkozott, és gyönyörködött benne, hogy az ő szavai a mostani zsinagógai istentiszteletek kezdő áldása, vagy áldásmondása, mi szépek, sátraidó Izrael. A szép az nem egyszerűen a sátor anyagára vonatkozik, hanem a sátrak elhelyezésére. Sokan úgy vélik, valószínű igazuk is van, hogy a hatágú csillag formája szerint, tehát egy ilyen tüskés alakzatban sátorozott a nép, a széleken, a tüskék csúcsain a harcias törzsek voltak, mondjuk így, hogy a határvédők, a határőrök, ilyen volt például a dán törzse is, amelyik a sereghajtó is volt, amikor vonultak a pusztában, ők indultak el, az övezetésükkel indult az utolsó három törzs utóhadként, hogy védjék a gyengéket, és ennek a csillagnak a közepén volt belül a kórház, tagok menhelye, a betegek menhelye, ott volt a pénztár, a bank, ott őrizték belül, ott volt a Szent Sátor, a templom sátor is a körnek a közepén, körnek hát a csillagnak a közepén, és aztán így
rendeződtek el a többi sátrak. Nos, a sátrak ünnepe erre az időszakra visz vissza bennünket, amikor leveles színeket kell létrehozni úgy, hogy abból ki lehessen látni az égre, és ebben a sátorban van az étkezés. Ezt is egy bő héten át tartjuk meg, emlékezve az ősökre, és emlékezve arra, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön, mint akik hazát keresnek, örökké hazát keresnek, talán részben ennek is köszönhető az a zsidó gondolat, hogyha építünk egy új házat, akkor azt lehetőség szerint nem fejezzük be teljesen, mindig maradjon egy kis befejezetlen rész benne, hiszen sosem végleges a mi itt tartózkodásunk, és nem csak azért, mert bűneink miatt esetleg diaszporába mehetünk, kerülhetünk, hanem ezt az örök hazát az örökké valóságban a mennyben, a mennyei Jeruzsálem környékén ígéri nekünk a drága mindenható. A 24. versben egyrészt a első 9 versben a mécsesek és a szent kenyerek elrendezéséről és az Isten tiszteletben való helyéről szól a szakaszunk. A 10. résztől a fejezet végéig pedig egy nagyon kellemetlen, szomorú ügyről, az Isten káromlás büntetéséről olvashatunk. Tessék megfigyelni, hogy a káromkodás, legalábbis magyar nyelven, Magyarországon általában három fontos érzékeny, intim területet érint. Ha nagyon durvát akar valaki mondani, akkor vagy Isten nevével káromkodik, durva szavakat használ a mindenhatóval kapcsolatban, vagy az anyát szintja, vagy a nemiségnek a kérdéseit keveri a minősíthetetlen mocskos szavakba. És ehelyett Palancsit utalnék vissza a 128. Zsoltárra. Jó lenne áldást mondani, akár napi százat. Azt mondja valaki esetleg erre, hogy ez nagyon sok lehet, hogy így van, és mégis azt mondom, hogy ha valaki ráér káromlást mondani, akár Isten káromlást is, akkor hogy ne érhetne rá arra, hogy áldást mondjon, és nem szoktuk számolni, de hát a káromlás is gyakran kicsúszik az embernek a száján. Van egy olyan számomra is megszívlelendő, de mindannyiunk számára megszívlelhető nézet zsidó testvéreink vallás életének a gyakorlatában, hogy azért kell tevékenykedni, azért kell minden pillanatot kihasználva jó dolgokat tenni, mert ez akadályozza meg az embert abban, hogy bűnt és rossz dolgokat vigyen véghez. Szokták példaként felhozni Noénak az életét, aki hát a bibliai időszámítás szerint 100 évet kapott arra, hogy megépítse a bárkát. Való igaz, hogy azokkal a szerszámokkal ez a 4 férfi, apa és 3 fia hát bizony évtizedeken át, 100 éven át kellett, hogy építsék a bárkát, ezt a hatalmas úszó várost, ahová minden élővényből, tisztákból hetet-hetet, és az egyebekből pedig egy-egy párt el kellett helyezni, plusz egy évre való muníciót ehhez, az egészhez, és ez nem kis munka volt, és azt mondják biblia magyarázó bölcseink, hogy ez akadályozta meg Noét és fiait abban, hogy a környezetükhöz hasonlóan a bűnnek, a viháncoló bűnnek éljenek, hogy
egyébben voltak elfoglalva, nem értek rá arra, hogy bűnöket elkövessék. És ugyanígy mondjunk 100 áldást naponta, hogy ne éljünk rá átkot mondani, és véletlenül se gyalázzuk az örökkévalót, ne gyalázzuk egymás édesanyját, ki gondolja meg, hogy őt is anya szülte, nem egyformák ezek az anyák, de mindenkinek az édesanyja megszenvedett az utódokért, és akkor is, ha nem tökéletes, de legyen szent, elkülönítettek, kedves és fontos mindannyiunk számára, és inkább mondjuk áldást egymás édesanyjára, és mindazokra az ügyekre, amelyekkel gyalázkodni szoktunk, örökkévalót is áldjuk akárhányszor csak tehetjük, hiszen így leszünk mi magunk is az áldásnak a bűvkörében benne. Az áldás az jó kívánság is. Legyen, történjék vele minden jó, legyen békességben, gyarapodjék. Ha ezt kívánjuk másnak, akkor Isten bennünket is megáld és áldottá tesz, szemben azzal, hogy átkozottá lesz az, aki akár Izraelt is átkozza. Ugye Mózes első könyve 12. részében Ábrahámnak is már ezt ígéri. Az Úr ezt is meg kellene gondolni mindazoknak, akik szígyák, gyalázzák Isten választott szent népén. Hát ez volt a heti szidránk most, és az ehhez kapcsolódó haftára pedig Ezékiel könyvének a 44. fejezetéből, a 15-től a 31. versig terjedő szakasz. Ez az új templomnak az ígéretéről szól. Ugye Ezékiel maga is egy papi családból származó fiatalember volt, akit Nabukodonozor elhurcolt, fogságba került, ő is nagyjából ugyanaz akkor ez, amiben Jeremiás is proféta volt, csak Jeremiás idősebb, mint Ezékiel, és Ezékiel a fogságban, Jeremiás pedig otthon, Jeruzsálemben látták hasonlóan azt, hogy döntően fontos, hogy milyennek egy népnek a vezetői. Nagyon nagy a felelősségük a papoknak, és most szeretném őket idézőjelbe tenni, mert inkább mondhatnánk véleményformáló értelmiségieket, vezetőket, olyanokat, akiket hát vagy a szerencse, a lehetőség, vagy valamilyen választás pozícióba helyezett, mert ugye a papok is születésüknél fogva erre a szolgálatra kiválasztott személyek voltak, függetlenül hitük, vallásosságuk minőségétől. De ugyanígy nagyon sok múlik azon, hogy egy népnek a vezetői, akik örködnek lelki-testi vírusmentességünkről, azok milyenek. És itt Ezékielnél, miután sokat foglalkozik azzal, hogy milyenek a hűtlene pásztorok, milyenek azok, akiknek a kezéből Isten kénytelen kivenni a megbízatást, és kénytelen leváltani őket. A fejezet előző része őket taglalja, sőt a főpapi osztályban lévők is legfeljebb az új korszakban egyszerű, kétkezi munkára beosztható segéderőként működhetnek, kivéve a sádók vagy cádók főpapnak a leszármazottait, aki a hűségével érdemelte ezt is Salamon idejében, hogy átvehette az évi vonalához tartozó papoktól a főpapi lehetőséget, tehát a sádoknak a leszármazottai lettek a főpapok, innen a szadduceusok, sádokeusok vagy szádokeusoknak a
pártja is, amely aztán időszámításunk körül is egyik fontos véleményformáló közösség volt szemben a farizeusok közösségével. Szóval 15. verstől így szól ez a szakasz, hogy de azok a lévita papok, a Sádók fiai, akik a szent helyemhez való szolgálatomban foglalatosak voltak, mikor Izrael fiai eltévejedtek, tőlem ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nekem, és álljanak én előttem, hogy áldozzanak nekem kövérséggel, vérrel, ezt mondja az Isten. A többiek a templomnak szolgálnak, a Sádók fiai az Úrnak szolgálnak. Nem lényegtelen azok szolgálata sem, akik kiviszik a szemetet, takarítanak, ahogy eltávolítják, vagy levágják az állatokat, de azok, akik az engesztelés szent, elkülönített szolgálatát végzik, azok a Sádók leszármazottai legyenek ebben az új korszakban, amit Ezékiel vizionál. Fontos, hogy beszéljen ott a fogságban, a távoli vidéken, emberöltön túl lévő ideig ott tartózkodók közösségében arról, hogy egyszer visszatérünk majd. Hát nem mindenki tért vissza, mert napjainkig maradtak ott a hajdan elhúzoltak közül Irakban, Iránban, és azon a vidéken, ami akkor Asszíriához, Babilonhoz tartozott, de akiknek a szíve visszavágyott, akiket a szíve visszahúzott a büntetés leteltével 70 év után ugye visszatérhettek, és nekik szólnak ezek az ígéretek, és az ő felkészítésükről, minőségükről olvasunk itt Ezékiel könyve 44. részében, az említett szakaszban, ugyanígy mondjuk 22. vers, özvegyet vagy eltaszítottat feleségül maguknak ne vegyenek, hanem szüzeket Izrael házának magvából, de olyan özvegyet, ki papnak özvegye, azt elvehetik, és azért éppen tanítsák, hogy mi a különbség szent és köz között, tisztátalan és tiszta között való különbséget ismertessék meg velük. Még egy gondolat, ami elválasztja az Éli, illetve a Sádók utódait egymástól. Azt mondja itt az ige, hogy voltak olyanok, akik a nép eltévejedése idején együtt sodródtak ezzel a tömeggel, az emberekkel, és kiszolgálták az eltévejedőket szemben Sádók leszármazottaival, akik az eltévejedés idején is ragaszkodtak az isteni elvekhez, azt hirdették és a szerint értek. Tehát nagy hiba az, hogyha az egyház ma, vagy az egyházak itt akár nálunk úsznak az árral, és a divatos elméletek hirdetőivé válnak, vagy hallgatnak akkor, amikor bántják a menekülteket, vagy amikor nyilvánvaló igazságtalanságok történnek, amelyek nem összeegyeztethetők a bibliai etikával. Ők az Éli leszármazottai, akiknek mondjuk a szerepe legfeljebb a templom takarítás vagy a persejtők beordozása lehet, de az áldozatokat, a szentséges szolgálatokat, az elkülönített fontos dolgokat nem végezheti, mert nekik ebben az időszakban világító fáklyaként kellene hirdetni, hogy mi Istennek az akarata, elképzelése ebben a világban, hogyan bánjunk mások alapvető jogaival, méltóságával, szabad-e karaktergyilkosságot végrehajtani, szabad-e a közvagyont magánosítani, elvenni azoknak, akik a csúcson vannak, szabad-e emberek jogait, akár egyházhoz fűződő jogait elvenni és játszani a törvényalkotással, bántani a hajléktalanokat,
gúnyolni a szegényeket, akik védekezésre képtelenek. Szóval Isten nézi, hogy talál-e olyanokat, akik a nehéz időben is, annak kockázatait is vállalva kitartanak az eredeti isteni értékek és a bibliai etika mellett. Az is üzenet ebben az ezékieli szövegben, mert nem mond igazán újat. Valami keveset igen, valami kicsit mást mond, mint a mózesi törvények. Mondjuk így, hogy tovább gondoltak aktuálisabban, és ezért voltak olyan túl kegyes szerkesztők, hajdana a jamniai zsinaton is, az időszámításunk után 100-ban ülésező közösségben, ugye akkor zárták le a kánont, voltak olyanok, akik ezért Ezékiel könyvét ki akarták rakni a szent gyűjteményből, de szerencsére győzött azok szemlélete, akik úgy látták, hogy a vitára alkalmatadó részekkel együtt mégis döntően fontos egy a fogságban élt, működött profétának, pap profétának az ige hirdetése és dolgokhoz való hozzáállása. És azért is hozza elő, itt folytatom, veszem fel a fonalat, a megkezdett mondat fonalát, hogy azért hangsúlyozza ezeket a látszólag mózesi törvényekben már leírt dolgokat, mert nagyon sok mindenben, Nádab és Abihuhoz hasonlóan próbáltak fölöslegesen reformokat végrehajtani, papok is, hát ez mindig az szerint alakul így, hogy mi kényelmesebb, hogy lehet jobban összecsapni a szolgálatot, vagy hogyan lehet többet kivenni a dologból, ahogy korábban is volt, Éli főpap fiai is hasonlóképpen erőszakoskodtak, nem csak a nőkkel, hanem az áldozati húsból is, más részeket, finomabb részeket akartak nyersen kivenni, holott a törvény nyilvánvalóvá tette, hogy a már megáldozott, megfőtt vagy sült húsból kaphattak bizonyos darabokat, de ők erőszakkal megjelentek, kis villájukkal, tájukkal, és el akarták vinni az áldozatnak azokat a részeit, amik jobban ízlettek volna neki, és hozzányúltak az ottani értékekhez is. Szóval Ezékiel figyelmeztet, hogy ennek a vége bizony számüzetés és fogság lett. Bizony értékvesztés és területvesztés és Trianon és nem tudom mik következnek be ott, ahol irgalmatlanul bánunk kisebbségekkel például, vagy ahol egyfajta arroganciával, gőkkel, nagyképűséggel, a jajjal legyőzöttnek elv szerint kormányozunk egy országot, ott nagy veszteségek várhatók, és nem azért, mert Isten bosszút áll, hanem azért, mert vannak játékszabályok, amiket ha nem tartunk be, akkor kiállítanak bennünket, akkor mehetünk esetleg a fogságba is. Ezek egyike, amit itt a 28. vers olyan kedvesen megismétel, Mózes 4. könyve 18. fejezetének egy szép gondolata, vitát is indíthatott ez hajdan. Mózes, aki a Kéhát fiaihoz tartozott, Gerson Kéhát Mérári hármasából a középső fiú leszármazottai voltak ők, Mózes és Áron, úgy rendelkezett, hogy a Kéhát leszármazottai semmit ne kapjanak a honfoglaláskor, semmilyen földbirtokot, jelentős értéket azért,
mert itt így mondja, és lészen nekik örökségük, kettős pont, én vagyok az ő örökségük, és birtokot ne adjatok nekik Izraelben, én vagyok az ő birtokuk, boldog világ, amiben vezető emberek nem sajátítják ki maguknak a turisztikailag érdekes tavak környékét, vagy erdőket, mezőket, kastélyokat és egyebeket, hanem boldoggá teszi őket az a tudat, hogy az adott történelmi időszakban ők azok, akikkel Isten áldása megnyugszik, és ők szolgálhatják, tehetik nagyjá, szabaddá, boldoggá a népüket. Boldog nép az, amelynek ilyen vezetői vannak. Hát ez volt a heti szakasszal kapcsolatos néhány megjegyzés, és akkor nézzük meg, hogy meddig jutottunk a Krónika könyvének a tanulmányozásában. Megint csak fölemelem ezt a lapocskát, amit véletlenül leszatukottuk a sarkát, de azért használható, és Klárika kérte, hogy ott kapja ő is egyet ebből a papírból, lehet, mert hogy ezen a papíron nem minden proféta, de több proféta is föl van tüntetve, és méghozzá olyan ügyesen, szellemesen, hogy középen az északi, illetve a déli királyok sora látható, még az öltözködésük is látványos, könnyen lehet követni a dolgokat. A feketében lévők azok, akik gonoszak és elfordultak az úttól, fehérben azok, akik követték az urat, és részben fehérben, részben feketében azok, akik esetleg jól kezdték, és aztán rosszul végezték. Mi most legutóbb Józsafát királynál jártunk, a 17-től a 20. részig, a Krónika második könyvének 17. részétől a 20. részéig terjedő szakaszt vettük. Ez Józsafát király uralkodásával, az alsó sorban ő az ország ketté szakadása után a negyedik király. Ugye ezek a királyok itt mind Dávidnak a leszármazottai. És hát gyakorlatilag egy nagyobb megyényi területen az egész ország területének a nem is az egynegyedén, annál kisebb területén, Jeruzsálem körül működtek, hozzájuk tartozott még Benyámin törzsének a területe, ugye egyébként például Jeruzsálem eredetileg Benyáminnak a földjén volt, aztán Judához kapcsolódott. Ugye Juda, Benyámin és Lévi törzse mindenképpen, és most Józsafát uralkodásának az idején válaszul az ő istenfélő magatartására, az Úr adott neki az északi országrész területéből magához alapokhoz, elküldte a vezetőit, hogy a népet segítsék visszatérni az Úrhoz, ezeknek az embereknek a nevük is itt van, mindig meghat, hogy neve, felmenőiknek a neve is, ez egy elképesztő dolog, megható, hogy ezek az igaz, fontos, bátor, erős emberek meg
millió katona vett részt, ha igaz, akkor is, mint ma, a népnek egy jelentős részét mozgósítani lehetett, és Józsefát nem akart naívan csak a békére koncentrálni, pontosan tudta, hogy a béke arra is alkalmas és fontos, hogy abban készüljünk a háborúra, ezért megerősített városokat hozott létre, egy állást nem csak Jeruzsálemben, hanem a kint lévő jelentősebb kerített városaikba is őrséget adott, rendelt, és amúgy is másút egész országa területén őrhelyeket hozott létre, megszervezte a jelzőrendszert is, hogyan lehet a veszedelemre felhívni az embereknek a figyelmét, és ő maga is járta a népet, nem ült Jeruzsálemben elszigetelve, hanem kint járt az emberek között, bátorítva, segítve a jót. De a 18. rész arról beszél, hogy sógorságot szerzett Akhábbal, az északi ország résznek igazán gonosz uralkodójával, aki Jezábellel együtt uralkodott. Van némi vita a történészek és teológusok között, hogy Akháb és Jezábel a fejlődés eszközei voltak-e, és lehet, hogy gazdaságilag, részben politikailag erőteljesebb és serényebb volt a mozgása azoknak az országoknak, országrészeknek, melyek alkalmazkodtak a kor egyéb államaihoz, függetlenül attól, hogy azok esetleg bálványimádók voltak. A bálvány nem egyszerűen bábuk imádatát jelentette, hanem egy olyan az egész életet érintő működési elv, életszemlélet, életérzés volt az evéstől kezdve a szerelmi életen át, egészen a tanításig mindent felölelő szemlélet, ami ezt a nehézkesnek tűnő, ugye beszéltünk nemrég az előbb száz áldásról, ezt a nehézkesnek tűnő vallásosságot kimosolyogta, kinevette, és legyintett rá, és új utakat keresett, gazdaságilag jobban megtérülő új utat, és amiben nem számított az, hogy a forgács hullik ott, ahol valamit fából alkotni akarnak, és nem érdekes, hogy esetleg fontos értékek is kárba vesznek. Szóval akár is Jezábel lehet, hogy ilyen szempontból korszerűbb, modernebb uralkodóknak számítottak. Illés ugye ennek az időszaknak fontos prófétája északon, és még inkább Elizeus, aki egy hosszabb időt tud tölteni. Illés, Elize, vagy Józsefátnak uralkodásának a második évében, sőt utódjának, Jórámnak az uralkodása kezdetén is még itt van ezen a földön, de aztán hosszú időn át Elizeus próféta az, aki ebben az időszakban működik, és van két író próféta, akikről a közeljövőben már hozzányúlva az író próféták könyveihez olvasni fogunk. Ebben az időszakban az Úrhoz való ragaszkodás, visszatérés, a hagyomány ápolása, a kipróbált pusztai vándorlás keserves időszakában született és kipróbált tanítások, elvek, törvények gyakorlása, az ezekhez való ragaszkodás volt igazán forradalmi tett, és azt gondolom, hogy most is a megújulást abban kellene látni, hogy vissza tudunk-e térni az örök ingathatatlan alapvető emberi jogok tiszteletben tartásához, és ahhoz, hogy ne egy embernek a szeszélye mániája határozza meg, hogy mi történjék a történelemben egy egész országgal,
hanem a bölcs emberek, bölcs és tisztességes emberek okos gyülekezetében szülessenek megfelelő döntések, és legyen mindig azon a szűrőn áteresztve minden gondolat, hogy vajon ezek megfelelnek-e azoknak az alapelveknek, amelyeket vagy leírt formájukban, bibliai formájukban őrzünk, vagy a lelkiismeretünkbe beoltva, belevésve ismerünk és követünk. Nos, hát Józsafát ilyen ember volt szemben Akhábbal és Jezábellel, és itt hát egy komoly hiba történik azzal, hogy sógorságot szerez Akhámmal, rokonságba kerülnek egymással. Nem önmagában ez a baj, hogy hát nem közvetlen szűkebb környezetében talál fiának feleséget, hanem éppen Akháb és Jezábel lányát veszi a fiának, a későbbi utódjának feleségül. Nem is sógorai, hanem nászai lesznek egymásnak, hanem hogy valamilyen fajta szövetségre lép olyanokkal, akiknek egyáltalán nem fontos Isten ügye. És ez mindjárt megmutatkozik egy közös hadi vállalkozásban. A két nász uram összejön Samáriában, ez a főváros az északi ország résznek, ahol Akháb a király most, és elhívja Józsafátot egy közös hadi vállalkozásra, de Józsafátnak az a határozott kérése, hogy kérdezzék meg az urat. Most ez így ment abban az időben, hogy megkérdezték a véleményformálókat, és kiderül, hogy van az északi ország részben Akhábnak 400 ilyen vezető véleményformálója, újságírója és elemzője, ha így mondanánk ezt, akik kommentálják a politikai döntéseket, és fennen hirdetik azt, hogy igen, el kell menni a hadba, mert győzelem lesz a vége. De valahogy nem tetszik Józsafátnak az, hogy itt 400-an azonnal teljesen egyforma szöveget mondanak, és azt kérdezi az ő kollégájától és nászától, hogy nincs-e esetleg még egy a 400-hoz arányban egy hang, amelyik megszólalhatna ebben a helyzetben, és akár azt mondja, hogy de igen, van még egy férfiú, 7. vers, aki által az urat megkérdezhetjük, de én gyűlölöm őt, miért is gyűlöli őt? Mert soha nem jövendől nekem jót, hanem mindig csak rosszat. Ez Mikeás, a Imla fia. És mondta Józsafát, ne beszéljen így a királyát. Hallgassuk meg ezt a Mikeást, a Imla fiát. Előszólítják, elküldenek ezért a profétáért, és a küldönc azt mondja a követ, hogy profétálj te is úgy, ahogy a többiek, mert annyira be vannak indulva, annyira el akarnak menni a hadba, mire a válasz azt mondja, hogy én azt fogom mondani, amit az én Istenem nekem mond. Lehet, hogy egy a 400-hoz vannak ilyenek, de hallani akarjuk az ő hangjukat. Lehet, hogy magányos véleményformálók, elemzők vannak, és lesznek egyre kevesebben olyanok, akik vállalják a kockázatot, ez mindig kockázattal jár, hiszen Mikeásnak is az a sorsa, hogy a végén tömlöcbe vetik, amíg majd a király diadalmasabb megjön. Neki ehhez is van hozzáfűzni valója. És először Mikeás, vagy így is mondhatnánk, Mikeáhu is
jót jövendől, és azt mondja, hogy menjetek, főzni fogtok. De különös módon Akhábnak ez nem tetszik, és ebből is látható az, hogy ő pontosan tudja, hogy hol az igazság, és nem arról van szó, hogy mindig rosszat jövendől neki Mikeás, Mikeáhú, hanem mindig igazságot jövendől, de ő nem akarja meghallani az Úrnak a hangját, nem akarja, hogy akár az Isten is korlátozza őt az agyrémeinek a véghezvitelében, mindegy, hogy milyen őrültséget talál ki, azt mindenkinek igazolni, követni kell, és ha kiderül, hogy járatatlan az az út, akkor ki kell találni ennek a 400 csodálatos embernek, hogy lehet kommunikálni, hogy akkor is neki van igaza, hogyha esetleg másképpen alakultak a dolgok. Szóval rászól a prófétára, hogy hányszor esküdtesselek meg téged, hogy az igazat mond, és egyebet nem mondj nekem az Úr nevében. És akkor azt mondja Mikeás, hogy akkor jól van, akkor halljátok, volt egy látomásom, az Úr körül ültek angyalai, és azt kérdezte az Úr, hogy vajon ki tévesztené meg Akhábot, hogy belekezdjen egy őrült, veszteséges vállalkozásba, és jelentkezett egy szellem, aki azt mondta ott, hogy én elmegyek, és haszúl lélek leszek a proféták szájában. Nos, hát itt egyéb se kell, mint hogy a 400-ak vezére felháborodva ezt egy Sedékiásnak nevezi a gároli fordítás, a Kénán a fia lekever egy hatalmas pofont Mikeásnak, mondván, hogy melyik úton távozott el az Úrnak lelke tőlem, hogy csak neked szólana. Hogy jössz ahhoz, hogy te mondd az igazat, a megkerülhetetlen igazságot, és miért nincs nekünk is igazunk. És erre a pofonra az a válasz, hogy majd meglátod, mondja Mikeás, hogy azon a napon, amikor egyik kamrából a másikba fogsz bújni az ellenség elől, akkor majd meglátod, hogy kinek volt igaza, és ha nem így lesz, ahogy én mondom most, hogy láttam a népet elszéledni, és azt kérdezte valaki ott, hogy nincs ezeknek vezetőjük, hát menjen mindenki haza. És még egy ravasz cselhez folyamodik akkor Akháb, azt mondja az ő nászának, a kicsit naív Jozsafátnak, hogy vedd fel a ruháimat, az én királyi pompámat, mint hajdan Saul mondja Dávidnak, hogy vedd az én páncélomat magadra, és ebben vonulj az ellenség ellen, én pedig egy egyszerű közkatonaként jelenek majd meg. Hát azért van ez, mert ez a ravasz róka tudja, hogy ő a támadó csapat számára az igazi fontos falat, egyébként igen kitűnő katona volt, nem volt ő egy értéktelen ember, nagyon is tehetséges, de igen hitvány, erkölcsű ember volt ez az Akháb. Ez van így néha, hogy a két dolog így találkozik, és ravaszul ugye maga elé akarja tolni, áldozattá akarja tenni Józsafátot, vedd fel az én páncélomat, és abban menj ki az ütközetre, én pedig közkatonaként, egy egyszerű harci szekeren ülő katonaként fogok az ütközetben megjelenni. Na most az ellenségnél az utasítást adják, hogy egyedül Akhábot kell megölni, a többieket nem kell bántani, és ezért a harc úgy zajlik, hogy nincs veszteség igazán egyik oldalon se, mert egymást kóstolgatják, ide-oda tolják a seregrészek egymást, de nincs igazán vérontás, keresik Akhábot, és mikor megpillantják Józsafátot, mindenki az ellenségből őt akarja megölteni. De ahogy kiabálni kezd, Józsafát rájönnek, hogy nem ő Akháb, és ezért ott hagyják.
És ebben a tehetetlen tili-toli helyzetben valaki az ellenséges hadak katonái közül, hát van olyan midrás, ami szerint tudni véljük ennek a személynek a nevét, egy apródja az ellenséges hadvezérnek, fogja a nyilát, más elképzelés szerint a dárdáját, és egyszerűen csak úgy a levegőbe, abba az irányba kilövi ezt a fegyvert, ami hogy-hogy nem eltalálja Akhávot, és pedig pont azon a ponton, ahol a páncélingének a rögzítése van, ez egy kicsi, sebezhető pont, és mondom, véletlenül pontot éri a találat. Ez a jó katona titkolni akarja a szörnyű sebesülést, és felszólítja az apródját, hogy vigye őt ki az ütközetből, mert megsebesült, nagyon megsebesült, de mégsem olyan egyszerű ez, úgyhogy ott kell állnia a szekerében estig, miközben csendben elvérzik, és életét veszti ebben az ütközetben. Így ér véget Akhávnak a története. Megtérve a harcból, egy Jéhu nevű próféta fogadja Júda királyát, Józsafátot, és meginti. Az istentelenek kellett segítségül lenned, és az Úrnak gyűlölőit szeretned, ezért nagy az Úrnak haragja ellened. Egyáltalán nem mindegy, hogy az elitek hogyan találkoznak egymással. Egyébként is egy állandó gyanú van a nép körében, hogy valahol a jók és a rosszak, az ilyenek és olyanok találkoznak, és mindegyiknek kizárólag a hatalomnak a haszna a fontos. Nagyon oda kell figyelni a mindenkori Józsafátoknak arra, hogy a homályban, a háttérben ne létesítsenek akárcsak ilyen sógorsági vagy nászsági kapcsolatokat egymással, közös harcokat, közös pályázásokat és egyebeket, mert annak a vége mindig valami rossz, Istennek nem tetszik ez a dolog, de mégis a proféta is elismeri, hogy sok jót tett Józsafát, aki maradék időt is arra áldozza, hogy küldi az embereit szerte az országba, és ő maga is járja a vidéket is, hogy az isteni értékeknek a hirdetője legyen. Megint csak nevek, Amária pap lesz a fő közöttetek, és Zebádia, Izmael fia lesz a Júda házának vezére, mondjuk így a miniszterelnöke, a király minden dolgában, és léviták elöljáróitok lesznek, legyetek azért erősek, a tisztetekben és az Úr mellettetek lesz. Na most Józsafát diadalmas háborúkat visel, az ammoniták és moabiták ellen, ezek rokon népek, tudjuk Lót leszármazottai, és oda kapcsolja őket az országhoz. Nem ő támad ezekre a kis akkori alkalmi országokra, sőt, nagyobb az ellenség, mint amit ő fölvonultathat haderőben velük szemben. Van itt egy szép, hosszú imája a királynak, ahol előhozza az Úrnak, hogy Ábrahámnak, a te barátodnak megígérted ezt a helyet, és akkor most ne hagyd cserben ebben a pillanatban sem minket, a te neved e házban van, és ezért is kell nekünk harcolnunk, és nem tudjuk, mit cselekedjünk, 20. rész, 12. vers, mit cselekedjünk, hanem csak te reád néznek a mi szemeink, és mindenki ott van, egy nagy népgyűlés van, nők és gyerekek is ott vannak, és ekkor rászáll az Úrnak lelke,
Jaháziélre, a Zakariás fiára, itt is van sorolva, hogy ki mindenkinek a leszármazottja, ez a lévita, rászáll az Úrnak lelke, és profétálni kezd, azaz aktuális ige hirdetést mond, és egy hat lépésből, vagy részletből szóló tervet mond el, és azt mondja, hogy holnap szálljatok szembe az ellenséggel, itt és itt, ez a Cic hágójánál lesz ez a pont, de másodszor nem kell nektek harcolnotok, csak álljatok, vesztek, legyetek ott, álljatok ki. Nagyon sokszor van ilyen, hogy Isten hadakozik értünk, de azért nekünk egyértelműen ki kell állni az ügyek mellett, amiben várjuk az Úrnak a segítségét, és azt mondja tovább, és lássátok az Úrnak szabadítását, mert tanúi vagytok annak, amit Isten visz véghez, szemtanúi, átélői kell valaki, aki Isten demonstrálja a maga mentő szeretetét. Ne féljetek, ez is egy döntően fontos negyedszer, döntően fontos dolog. Ne tessék reszketni, mint a béka a kocsonyában, vagy hogy is szoktuk mondani, hanem higgyétek el, hogy Isten mellettetek áll, és ez nem az ellenségen, és nem rajtatok múlik csak, hanem adjatok mozgásteret az Úrnak is. Ötödször meghajtotta a fejét a föld felé a király, és a Júda és Jeruzsálem lakói pedig leborultak az Úr előtt, és imádták az Úrat. Kimondani azt, hogy igen, közben rájöttünk, megértettük, megerősödtünk abban, hogy Isten nem hagyja az igazságot porba esni, akkor sem, ha átmenetileg nagyon-nagyon nehéz időket kell, pillanatokat kell megélni. És akkor hatodszor felszólítja a királya kéhátiták fiai közül valókat, ugye mondtuk az előbb, hogy kis a kéhátita fiai, ez a Mózes Áron családja, a főpapi kör személyei ezek, és a kóriták fiai közül, a kóri leszármazottai ők, akik pedig most hittem, úgy emlékszem, a Mérály, vagy nem, a Gerzson fiai közül való volt, és hajdan a pusztában Kórénak súlyos ítéleten kellett átesnie, mert lázadást indított, kevesen lette azt a szolgálatot, amit kapott, pedig milyen csodálatos az Isten tisztelet énekes szolgálatában részt venni, a Kóré fiainak több zsoltára megtalálható ebben a gyűjteményben, a Zsoltárok könyve gyűjteményében is. Szóval a kéhátiták most és a Kóré fiai teljes egységben felszóval kezdik dicsérni az Urat, ahogy az ének megszólal, a király felbátorodva hirdeti, bízzatok az Úrban a ti istenetekben, és megerősítettek, bízzatok az ő prófétáiban, és szerencsések lesztek, tiszteljétek az Urat, mert örökké való az ő irgalmassága. Ez nem a bajba jutott ember kétségbe esett kiabálása, hát ha valaki meghallja, hanem egy szívből jövő meggyőződés, és ahogy elkezdték az éneket és a dicséretet, az Úr ellenségeskedést szerzett az ammoniták, a moabiták és a Szeír hegyén lakók ellen, akik elindították ezt az egész háborút, és egymást lemészárolták. Amikor olyan kilátástalannak tűnik a helyzet, nem biztos, hogy kívülről fog jönni a segítség, és egyáltalán nem biztos, hogy nekünk van erőnk arra, hogy megfordítsuk a történelem szekerének az irányát, vagy a kerekét, hanem lehet, hogy Isten a zsiványokat egymás ellen fordítja. Ezek martalóc népek voltak, ammoniták és moabiták, pusztai vándor, vagy nomád betyárok, és az Eirhegyén lakozók is, és mindegyik célja az volt, hogy most kicsit gyengébbnek tűnő
királyságot térre kényszerítsék és kifosszák, de az ének által is dicsérte mindenható és örökkévaló Isten ellenségeskedést szerzett köztük, kirobbant az ellenségeskedés, a koncon összemarakodtak, mielőtt még megszerezték volna, és lemészárolták egymást. És amikor az előörsök kimentek körülnézni, megnézni, hogy mi is történik, akkor azt látták, hogy az elesettek csomói, halmai csoportjai fekszenek szanaszét, és nem marad más, mint hogy harmadnapig kapdossák a zsákmányt, mert felette sok volt, 25. versnek a vége. És negyednapon háladásnak völgyébe mentek, egy völgybe, amit később neveztek el háladás völgyének, hogy megünnepeljék ezt a győzelmet, és hálát adjanak az Úrnak azért a győzelemért, amit véghez vitt. Sajnos Józsafát ha jó király volt is, nem mindenben volt tökéletes, és említettük ezt az északi országrész királyi családjával való megbarátkozást, 35. vers, Józsafát Júda királya megbarátkozott Akháziával, az Izrael királyával, ki gonoszul cselekedett. A jó erkölcsöt megrontják a gonosz társaságok, és van olyan, amikor akár még a köszönés is sok, de a közös fecsegés, vagy együttpályázás, vagy tervek szövögetése kölcsönösen az soha nem szokott az igaz embernek, a jó oldalon álló személynek, személyeknek jót tenni. Nagy hiba az ilyen összebútorozás, és ennek esik áldozatul ez az egyébként nagyszerű ember. 37. versben egy másik próféta, Eliézer, a Marézsából, vagy Marézából való Dódava fia jövendől is azt mondja, mint hogy megbarátkoztál Akháziával, az Úr megsemmisíti a te munkádat. Az volt ugyanis, hogy ezzel a északi királlyal együtt hajókat építettek, hogy együtt menjenek Társisba, ahová Jónás is aztán elhajózott, mert nem sokára fogjuk az ő könyvét is olvasni, és ezek a hajók a vízrebocsátás után nem sokkal azonnal összetörtek. Nos, hát idáig jutottunk el, és most kezdjük itt a végén, hogy mit is olvassunk el a következő alkalomra. Akinek van ez a kis táblázata a királyokkal és prófétákkal, az maga elé veheti, és következő alkalomra május 16-a lesz ez az alkalom, ugye a 129. Zsoltár lenne a Zsoltárunk, a heti szakaszunk az Mózes harmadik könyvéből megint egy dupla szakasz, a 25. rész első versétől a 27. fejezetnek a végéig, a 34. verséig, tehát 3 Mózes 25.1-től 27.34-ig, amelynek most a haftarája a Jeremiás 16-19-től 17-14-ig, Jeremiás 16-19-től a 14. versig, és az olvasmányunk pedig a 2. Krónika 21-22,
kettő, közben egy kicsit előrébb megyünk, és Abdiás prófétának a könyvét keressük meg majd az íróproféták, sőt a kis proféták közül. Egyetlen egy fejezetből áll ez a könyv, mint látjuk majd ebben az időszakban, amit a Krónika második könyvének 21.-22. fejezete takar. Ebben az időszakban Abdiás és Jóel az író proféták. Ha fölnézünk a felső sorra, ahol nem író proféták vannak, vagy legalábbis könyveik nem maradtak meg, van 2-3 író proféta is ott azért. Elizeus a legtekintélyesebb, leghosszabb időn át jelenlévő proféta, akinek a történeteit szintén sokat közülük megőrzött a Biblia, de most jönnek az íróproféták, és ezek közül is a kicsik, kisebbek, akik kevesebbet írtak, Abdiás egyetlen egy fejezetet, és Jóel nagyjából ebben az időben proféták, most Abdiás egyetlen fejezetét olvassuk el, tehát a 2 Krónika 21-22 mellé Abdiás, egy fejezetnyi művét olvassuk el, 129. Zsoltárt, 3 Mózes 25-1-től 27 végéig, és Jeremiás 16-19-től a 17-14-ig. Éva most is sütött kalácsot, itt van mögöttem 2 kalács, és a kehelyben kidus pohárban pedig bor, és ború hátoldaj, noj meleg, hajlom, bőré, priha, kófen, elmondtuk az áldást a borra, megfordulok majd, és kezet mosok, nem csak a vírus idején, mindig is kezet kellett mosni, most is olvastuk, hogy a papoknak a szentélyben milyen különösen is figyelni kellett a tisztaságukra, hiszen szentséges szolgálatot végeztek, ez nem jelképes dolog volt, tiszta kézzel kellett hozzányúlniuk a dolgokhoz, ami mentes a korrupciótól, erőszaktól, és tiszta szájjal kellett beszélni, ami a hizelgéstől, árulástól, gonosz beszédtől, gyűlölködéstől mentes szájat jelenti, tehát nem véletlen az, hogy a szánk elé maszkot teszünk, és a kezünkre kesztyűt húzunk. Ez a 2 pont, ahol a legtöbb vétek, átok, vírus rárunthat a világra. Várjuk a tisztulást, a gyógyulást, és reméljük, hogy a lelkünk elköteleződik a tisztaság a jó dolgok iránt.
Istenünknek a sója sem maradjon el. Nálunk is az iskolai utcai közösségben külön van felelőse a sónak, Ágnes, a sónak az őre. Nálunk is ő szokott gondoskodni, ha elfogy a só, amiben ott vele szoktuk mártani a kalácsot, kivéve egy napot, amikor mézbe mártjuk a mikor az édes évre gondolunk, és mézbe mártjuk a kalácsunkat. Hát áldott jó szombatot kívánok mindenkinek, békés boldog hetet, és hirdetem azt is, hogy vasárnap reggel 9 órakor és lesz a templomban Isten tisztelet. Hához egy hétre szombaton szintén 9 órakor, remélem nem fogom feldönteni a bort megint, amit el kell takarítani, és ezért pontosan tudjuk kezdeni, kezdés pillanatában döntöttem ugyanis fel, és szerdán pedig 17:30 a szabadsági ima alkalma van, hálás szívvel köszönjük mindazoknak a az együttműködését, akik részt vettek az imádság elmondásában, és várjuk szeretettel azok jelentkezését, akik amúgy is együtt imádkoznak, és szívesen vállalnák arcukkal egy-egy szakasznak az elmondását. Egy nagyon kedves, fontos, szép ima, legyenek áldottak, akik a szöveget elkészítették, és azok is, akik elmondják, és 6 órától pedig Biblia óra lesz. Ezekre az alkalmakra is szeretettel várunk mindenkit. Szeretném említeni azt is, hogy YouTube-on, Facebookon, sokféle módon, ha valaki rákeres a Metegyház pontra, és ott beüti az élőadást, vagy a megbékélés, megbekeles háza pontra, és ott is az élőadásra kattint, akkor ugyanebben az időben online vehet részt az alkalmainkon, de ugyanezeken a pontokon vissza is keresheti az ige hirdetéseket, és honlapunkra is fölmenve szeretettel hirdetem az adakozást is, bizony nagyon komoly anyagi terhet is jelent ennek a mostani krízis időszaknak a túlélése. Az elvonások változatlanul maradnak, sajnos a kormánynak ez a büntető politikája nagyon nehéz helyzetbe hoz minket, de Istennek hála, most is tudunk fizetést adni, és nem csak ezt, hanem tudunk segélyt küldeni vidékre is, kis csomagokat, olajjal, liszttel, cukorral, babbal, más tartós konzervekkel, élelmiszerrel, sok százat, 1000-et szétküldtünk már. Köszönjük az élelmiszerbank felajánlását, az adakozóknak a nagyvonalúságát, köszönjük azt, ahol az önkormányzat így a 8. kerületben is most ebben az időben 200 adag meleg ételt tud biztosítani. Mi konyhánk is működik, hogyha nagyobb az igény, akkor hozzá tudunk ehhez járulni. Említettem a 21. század társaság és Kossuth kiadó igazgatóját, Kocsis András Sándort, aki kezdeményezéséből szintén tudtunk eddig körülbelül 4 millió forintot szétosztani munka
képtelenné, vagy munkahelyeket elveszítő sorstársaink, kortársaink támogatására adni. Hirdetem hát az adakozást is, adni jó, Istennek ad kölcsön, mondja a Biblia, aki megértve a helyzetet, könyörül a szegényen. Nem kell azon törni a fejünket, hogy jól használják-e fel, amit adunk, biztos, hogy többségében jól használják fel, de inkább tévedjünk, mint hogy irgalmatlanok legyünk, és Isten óvjon meg bennünket attól, hogy a helyzetet is anyagi haszonszerzésre kihasználjuk, kicsiben vagy nagyban, és azon kívül pedig a mai egyik fontos tanításunk, hogy próbáljuk meg napi 100 áldást mondani. Nem azt mondom, hogy kezdjük el számolni, hogy hanyadiknál járunk, de amennyire lehet, amilyen sokszor lehet, mondjuk inkább áldást, akár még ellenségeinkre is, nem azokra a gaztettekre, amiket arcátlanul elkövetnek, hanem ne kívánjunk átkot rájuk. Az Úré a bosszúja megfizet mindenkinek, mondja az írás, és az ő kezében jó helyen van a büntetés is, ahogy az önbíráskodást soha normális társadalmakban nem támogatják, legyen Isten kezében az igazság. Köszönöm, hogy velünk voltak, és voltatok, és áldott szép folytatást a mai napra és a jövő hétre. Isten velünk, viszontlátásra!